Az Apáczai Csere János díj 1973-ban alapított az oktatásügyet felügyelő miniszter által adományozható szakmai elismerés. A díjat első alkalommal 1973. június 1-én az iskolák államosításának 25. évfordulóján és a pedagógus nap alkalmával osztották ki. Ezt az elismerést vehette át most Szegedi György, a Tápió Szőlős Új Szilvás Református Általános Iskola igazgatója. Szegedi György pedagógusi diplomáját Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán szerezte biológia technika szakon. A diploma megszerzését követően szülőfalujában Tápió Szőlősön helyezkedett el, majd 1992-ben hívták meg igazgatóhelyettesnek az akkor újrainduló Ceglédi Református Általános Iskolába, melynek 1995 és 2004 között igazgatója is volt. Intézményvezetői munkája elismeréseként 2002-ben a Református Iskolaügy Lóránt Fidi kitüntetésében részesülhetett. Több mint 2,5 évtizede a Református Iskolaügy egyik vezetője. 2005-ben tért vissza Tápió Szőlősre, hol megbízták az Általános Művelődési Központ vezetésével, majd 2012-ben, amikor a Református Egyház fenntartásába került a Tápió Szőlősi Iskola és Óvoda, valamint az Új Szilvási Iskola, az intézmény igazgatója lett.